Nyíregyházán indult útjára két hete az Ovikosár program, amelynek segítségével a legkisebbek is megismerkedhetnek a sportág alapjaival. Az Országos Szövetség által gondozott kosárpalánta programban már a valamivel idősebbek fejleszthetik készségeiket, de ők még nem játszanak meccseket egymással. A Vármegyében az új évtől erre is lesz lehetőség, mivel három korosztály számára fiú és lány szakákban is bajnokság indul. A legfontosabb feladatom vármegyei elnökként az, hogy kicsit a Covid után újraélesztve, ugye az előző egy-két évben már elindult egy folyamat, újraélesztjük a vármegyei kosárlabda bajnokságokat, és ez nem csak a felnőtt ligára igaz, ami szintén el fog indulni, hanem legfontosabbak a gyerekek. Ezért is gondoltunk arra, és köszönjük névadó támogatónk segítségét ebben a Dorján Zoltánnak, illetve a Kontinentál cégcsoportnak, hogy egy névadó szponzorként tudnak segíteni abban, hogy U10-es, U11-es, U12-es bajnokságot tudunk indítani, mind fiú, mind lányvonalon, és nem csak városi csapatok részvételével, hanem a megyéből is több csapat jelezte már azt, hogy szeretne itt pályára lépni. 250-300 gyereket tudunk megmozgatni, 2-3 hetente fordulókkal, és a díjazásban, illetve a gyerekeknek a jutalmazásában pedig nagyon nagy segítséget kapunk a említett cégtől. A névadó cég az elmúlt 8 évben több mint 50 TAO programot támogatott az utánpótlás nevelés és a sportlétesítmény fejlesztés területén. Mint a sajtótájékoztatón elhangzott, az új szerepvállalásban az értékazonosság volt a legfőbb motiváció. Amiért a kosárlabdára gondoltunk, egyrészt a csapat sportág, azon is a kosárlabdára nagyon jól harmonizál a Kontinentálnak a négy értéke. Mik ezek? Bizalom, cselekvés, szabadsága, egymásért és a versenyszellem. Ha belegondolunk, egy multinacionális cégnek a sikeressége és egy csapatnak a sikeressége ugyanazokon az elveken nyugszik, és ezért látjuk azt, hogy ez összhangban van a cégnek az elveivel, értékeivel, és ezért álltunk a kosárlabda mellé. A Vármegyei Szövetség az országos versenynaptárt figyelembe véve állítja majd össze a bajnoki programot. Nyilván próbáljuk úgy csinálni, hogy összhangban legyen az MKOS országos versenyrendszerével, tehát nem ütköznek majd a mérkőzések, ha a vármegyei, illetve az országos. 4-5 helyszínen a különböző sportegyesületeknek a rendezésében, az adott fordulóban hétvégenként ezt meg tudjuk rendezni. Megvan rá a kapacitás, és megvannak azok az emberek, akik a háttérben a korábbi években már hasonlót csináltak, úgyhogy bízom benne, hogy semmi a logisztikai probléma lesz, nem lesz, és több helyszínen, több hétvégén egy sikeres bajnokságot tudunk zárni. A Kontinentál Vármegyei Bajnokság 2024. januárjában rajtol a tervek szerint 25 csapattal, és júniusban a tanév befejezésével ér majd véget az első szezon.